köszöntöm Önöket a nyár kulturális helyszínein. Mert egészen más hangulata van egy koncertnek, egy színdarabnak kinn a szabadban, mint a megszokott közszínházban vagy a koncerttermek falai között. Semmi mással össze nem hasonlítható élmény Vivaldit, Mozartot, Mendelssohnt hallgatni. Teszem azt Martonvásáron, Beethoven kedvenc fáinak lombjai alatt. Vagy megnézni a szegedi szabadtéri játékokat, vagy átugrani Gyulára, a várjátékok előadásaira. Szerencsére a nyár már nem uborka szezon a kultúrában. Az országban megszámálhatatlanul sok helyen várják nagyon érdekes kulturális műsorokkal a nagy érdeműt. Olykor izgalmas és nem megszokott helyszíneken, mint például a fővárosi állat- és növénykertben, ahol szerdánként zenés esteket rendeznek. De nehogy azt higgyék, hogy ez valami újkori lelemény. A históriás könyvek másról mesélnek. Szereted-e még a kék ibolyát, az én világomat? Megérted-e még az álmaimat, s az én világomat? Hisz ez a modern világ, vagy csupa motor? Nem divat a szín, a csó, s a virágcsokor. Ebben a jó időben, az isteni nyárban, hát nincs is jobb program, mint egy szabadtéri koncert. A jazz meg különösen. Megmondom őszintén, most vagyunk itt először. A lányommal kinéztük, ahogy jazzben miatt jöttünk. Múltkor egy kicsit sok szúnyog volt, de akkor ott töltünk a tó mellett, közvetlen közelében, de különben nagyon-nagyon jó, nagyon-nagyon jó, nagyon kellemes. És az, hogy egy órát előtte lehet sétálni, az fantasztikus. Ez csodálatos hely. Amikor a madarak veledik, kantonok itt időnkének vele repülnek, szóval ez egy nagyon jó hely, és nagyon kell. Hát az, hogy ilyen idő van, ez meg egy csoda. Nagyon jó helyszín egyébként, nagyon szép, kellemes, úgyhogy jól érezzük magunkat. Ez mind olyan dolog, hogy itt én most már Magyarországon turistáskodom, ha lehet. Az élet célja egy volt, csupán a szép. Mindig voltak koncertek, napközben például katonazene volt az állatkertben. Aztán az 1910-es években képzeljék el, hogy az állatkertnek már saját szimfonikus zenekara is volt. Saját karnaggyal, meg minden. Aztán a 20-as években, amikor elkezdődött a rádiózás Magyarországon, akkor meg az történt, hogy az újszülött Magyar Rádió gyakorlatilag az első olyan koncertet, amit aztán sugároztak a rádióadásban, az itt vette föl az állatkertben, egy állatkerti koncerten. Aztán a II. Világháború után is folytatottak ezek a zenei programok, akkor ahol most a japán kerti domb van, ott volt egy lelátó előtt, egy szabadtéri színpad, és ott voltak mindenféle zenei programok, még színi előadások is. És hát aztán valahogy a 60-as, 70-es, 80-as években szünetelt ez a dolog, és végül a 90-es évek közepén elevenítettük fel újra ezt a hagyományt, akkor a Budapesti Fesztivál zenekar tartott itt egy koncertet a Főkapunál. És igazából rendszeressé pedig 2002-től vált ez a zenés állatkerti esték koncertsorozat, amiről ugye ma este is szó van. Tehát 2002 óta minden nyáron koncertsorozatot tartunk itt az állatkertben, úgyhogy így alakult a koncerteknek a története. Hölgyeim és uraim, én is hadd kívánjak nagyszerű estét Önöknek. Ezen a kiváló helyen, jobb helyre nem is jöhettek volna, ahol természet és művészet találkozik, hiszen ezen a meghitt tücsök zenés estén nem csak tücsök zenét fogunk hallgatni, hanem egyéb nagyszerű muzsikát is. És aki itt mellettem áll, az Glavanovics Tamás, aki a szárnyalást más módon is fogja biztosítani. Olga a pusztai sas, az orosz puszták réme, így szoktuk őt bemutatni, de ez a rémség, ez csak a zsákmányállatok szempontjából. Rémség gondolom önök számára nem félelmetes. Mondjuk a hörcsögök és az ürgék számára egy ilyen madár felbukkanása az pánikot idéz elő. Mennyire nagy ő? Ő nagynak számít a sasok birodalmában, vagy nem is annyira? Így a nagy közönség és a laikusok számára valószínűleg egy gigantikus, még csinálunk ilyet, és akkor még nagyobbnak fog tűnni, egy ilyen gigantikus griffmadár benyomását kelti, de egy közepes méretű játéksasnak számít így a sasok világában. 3 kiló körül van a testsúlya, szűk 2 méter a szárnyfesz távolsága, de nagyobbat nem tudunk belőle, most tudunk csinálni. És hát egy réti vagy egy szirti sas az ennek a duplája. Tetszett nekem életemben mérnök, úgy véd orvos is megtánc talán. Optimista
pessimista, orgonista, futbalista, ki szakál. Van egy parózus, filozófus, hős, szerelmes, filmszínész és komikus. Hamarosan, ha jól tudom, 30 évesek lesztek. Hitted volna annak idején, hogy ekkora kifutása lesz ennek a stílusnak? Hát én terveztem, megmondom őszintén. Hát, hogy az embernek vannak álmai, és már ezek az álmok nekem gyerekkoromban megszülettek, úgyhogy azt elképzelni nem tudtam, hogy majd 30 év múlva mi lesz, meg hogy lesz-e egyáltalán. Csak arra álmodtam, hogy egyszer a színpadon leszek egy saját zenekarral. Az gyerekkorban is már határozott elképzelésem volt. Az talán egy isteni ajándék, hogy annyira jó, annyira sikeres és annyira jól működik, és olyan tehetséges emberekkel hozott össze a sors, hogy a mai napig még van rá kereslet. Azt gondolom, hogy ez a stílus, ahogyan mi műveljük, tehát mi igyekszünk azért autentikusan megszólaltatni a korabeli dalokat, a régi magyar filmzenéket is, ez kiveszőben van, és mi igazán, hogy mondjam, szinte, igaz, hogy a régi hangzással, de egy újdonságot hozunk a magyar zenei palettára. Miért pont a korai jazz korszakot választottad annak idején, illetve aztán később a két világháború közötti magyar népszerű dalokat? Hát megmondom őszintén, egyszerűen csak ezekbe a dallamokba lettem szerelmes. Szóval szeretem a dallamos dolgokat, és ez a korszak a emberiség könnyű zenéjében kizárólag ezzel foglalkozott, meg a hangszeres tudással. És ez a kettő, a hangszeres tudás az egy kihívás, hogy az ember folyamatosan tanuljon és meg tudja oldani, és ezek a dallamok engem már kicsi koromban vonzottak. Tehát én amikor szakközépiskolába jártam, akkor én próbálkoztam rock and rollt, reggit, bluest, mindent játszottam, ami belefért, és mégis ennél maradtam, mert ez tetszett a legjobban. Ez maradt az örök szerelem. Így van, ez örök szerelem. Lentement dans le soir, le train s'en va. Sur le quai, ce mouchoir s'enfuit déjà. Dans la glace, comme un songe, le mur gris de sa maison. Sous le jour qui s'allonge, s'estompe à l'horizon. Un nuage s'étire sur son toit bleu. En passant, il semble dire un triste. Neked mi a különbség a szabadtéri zenélés és a fedett koncerttermi zenélés között? Én akkor vagyok megijedve, amikor nagyon hideg van, mert a klarinétosnak nehéz dolga van olyankor, mert akkor nagyon nehéz játszani, hiszen a hangszert elviszi nagyon alacsony irányba. Ezt a szakmabeliek jobban tudják, de amikor ilyen fantasztikus helyszínen, ilyen nagyon jó időben játszunk, akkor egyszerűen egy megmagyarázhatottan fantasztikusan jó érzés, hogy szabad téren is meg tud szólalni, hála a hangosításnak egy ilyen zene, és szerintem a közönség sokkal szabadabbul tudja magát érezni, pláne, hogyha ez egy állatkertben van. Családi kötelék is fűz a zenekarhoz. Hát, áruljuk el, igen, a drága férjem, a Harsona művész, Bera Zsolt. Igen, vele itt ismerkedtem meg, tehát ez a zenekar, ez nem csak egy zenekar, hanem a mi megismerkedésünknek a helyszíne. Akkor családi muzsikálás folyik most itt az állatkertben is. Szabadtéren játszani sokkal jobb, és sokkal jobb szabadtéren nézőnek is lenni, azt gondolom. Azt mondom, Szentendrea, vagy azt, hogy Szentendrea. Nem tudom, kitalálják-e, mely városunkról van szó. Nos, a horvát, illetve a szerb név egy tündéri hangulatú, a Dunakanyarban megbúvó kisváros jelöl. Azt hiszem, ezek után már kitalálták, hogy Szentendréről van szó. Szentendréről, amely elsősorban művészetéről és kultúrájáról híres.
Az idei nyár legnagyobb érdeklődéssel várt eseménye az éppen 30 éve bemutatott legendává lett amerikai film, a római vakáció színpadi változatának bemutatója. A csodaszép hercegnő és a mai szóval élve bulvárújságíró gyönyörűséges szerelme itt Szentendrén a Városháza udvarán bontakozik ki. Nem tartottad a Isten kísértésnek a nagyon nagy sikerű film után a színpadi változat megrendezését? Hát igazából azért nem, mert nyilvánvalóan nem a filmet. Tehát, hogyha mondjuk le akarnám forgatni még egyszer, akkor az furcsa lenne. De így, hogy ez egy színpadi adaptációban számok is vannak, így egyáltalán nem. És igazából igyekeztem úgy kitalálni azzal, hogy ezt az egész előadást egy filmgyári stúdióba tettem, hogy tulajdonképpen szeretnék gesztust gyakorolni az Audrey Hepburn és a Gregory Peck, vagy az egész 50-es évek amerikai filmje elé is. És én azt érzem, hogy Fekete Ernő és a Tenkirék nem hagynak kívánivalót maguk után, ahogy játsszák ezt a klasszikus szerepet. Szóval remélem, hogy a nézőknek nem lesz az érzésük, hogy szóval nem lesz hiányérzetük. Én azt érzem, hogy annyira jó az összes színész, és olyan jól működik ez a kitaláció, hogy én azt érzem, vagy lekopogom, mert ugye még nem mondhatom, de én úgy érzem, hogy szeretni való dolog ez. Azt mondta itt a színfalak mögött valaki, hogy egyes vélekedések szerint ebben a darabban legalább 6 év van. Hát igen, a Kőszínházban. Igen, ezt az egyik színész mondja, aki a produkcióban van, ami azért jó érzés, mert az mindig nagyon jó, hogyha azok a színészek, akik benne vannak a darabban, azok boldogok, és azt szerintem az látszik kívülről is. És én úgy érzem, hogy nagyon sokat dolgoztunk, és nagyon azon volt mindenki, a Hernádi Judit, Márton András, Fekete Ernő, Tenkirék, a Szikszai Rémusz és Cseh Judit, plusz a Fejes Kitti, aki a koreográfus, a Baka, a Katona Gáborral együtt, meg a Puskás Péter, aki a zenei vezető, plusz az egész Orlai produkció annyira mindent azért csinált, hogy ez jó legyen, hogy remélem. Te filmezel, játszol, rendezel, színházban, filmen egyaránt. Mennyivel másabb egy szabadtéri előadás a rendezőnek, mint egy kőszínházi? Hát igazából azt tudom inkább mondani, hogy a nyáron mitől más dolgozni. Nem szoktam nyáron dolgozni, és nem is nagyon akartam, nem is volt ez a vágyaim között, tehát ez egy véletlen dolog volt, hogy ez így eltolódott, de az nagyon jó, hogy nincs más dolgom. Tehát az nagyon szuper, hogy ahhoz a leterheltséghez képest, ami évközben van, itt azért igazából nagyon egy ügyű tudok lenni, tehát hogy ezzel tudok csak foglalkozni, és ez a színészeken is látszik, hogy annak ellenére, hogy dolgozunk, mégis van egy lazaság, van egy jókedv, van egy valamilyen másfajta.
Mondhatni azt is, hogy ez olyan, mint egy nyaralás közbeni munka? Igen, igen. Az még jobb lenne, most már azt is kipróbálnám egyszer, hogy elutazni. Tehát ez, hogy nem is hazament, hogy azok az emberek együtt maradjanak, akik dolgoznak. Mert most azért mi Pesten próbáltunk, tehát egy hétre jöttünk ide ki, de innen is minden nap az élet közel van Budapest. Van egy ötletem. Ha kitalálnál egy történetet, és mondjuk az én kedvenc városomban, Dubrovnikban vagy Rovinjban eljátszatnád, oda álmodnád, akkor ez megvalósulhatna, ez az álom. Hát próbáljuk ezt elvinni oda, azt nem lehet? Törjük a fejünket! Valami máson? Hát nagyon én Rovinjt imádom. Dubrovnikban meg nem voltam, de nagyon vágyom. Úgyhogy... Akkor dobjuk jó. Össze a fejünket, jó. És találjuk ki. Jó, úgy legyen. Jövőre veletek! Jó. Talán itt, jó. Talán másút. Jó. Vágjunk bele, amikor Ádám Évát először meglátta. Biztos, hogy vele látott mindent az almának. Aludt kiskacsa, jól az a hagyjuk lesz egyszer. Hát mi az ember, vágjunk bele. Mai szóval élve egy bulvár fotóst játszik, aki mindenütt ott van, ahol nem kéne, de ahol történnek ugyan, az események. Örült a szerepnek? Igen, mert én nagyon szerettem azt a filmet, nagyon sokszor láttam gyerekkoromban, és így tehát egy jó élményem van róla. Ha maga osztotta volna a szerepeket, akkor mit választott volna saját magának? Hát nem tudom. Mert ezen nem gondolkodott. Ha én osztottam volna, akkor én rendeztem volna. Gyere, ülj le hozzánk! Bemutat? Persze! Kedves barátom és kollégám, Irving Radovics! Ánya! Ánya! Csak így? Smith! Oké, Smithy! Végtelenül örvendek! Megőrülök! Még senki nem mondta, hogy kiköpöl! Rendben van, megértettem, megyek! Hogy mész? Te hogy mész? Orvos, gyere, ülj le! Te meg vagy húzat! Maradj! Kiköpöl? Tessék? Azt mondta, valaki köpött. Ja, mert kiköpött, az csak egy kifejezés. Akkor használjuk, amikor valaki jól néz ki. Audrey Hepburn után azért azt hiszem, nem vakmerő vállalkozás a hercegnőt eljátszani, de mindenképpen azt gondolom, hogy izgalmas. Te hogy érzed? Izgalmas, csak ha az ember azzal kezd el foglalkozni, hogy ki után játszik egy szerepet, akkor lehet, nem is lett volna érdemes belekezdeni. Úgy vagyok vele, hogy ez a mi római vakációnk, úgyhogy ezt a saját formánkra kell alakítani, úgyhogy jó legyen. Nagy kihívás biztos, de nekem nem az a kihívás, hogy őt utánozzam, hanem az, hogy én mit tudok ebből kihozni. Mit szeretsz a legjobban ebben a szerepben, a hercegnő szerepében? Táncolni. Igen, a Fejes Kitty és a Katona Gábor volt a koreográfus, akik tanítottak engem még az egyetemen is, és én nagyon szeretem az ő koreográfiáikat, mivel koreográfiák, de mindig úgy ötvözik a táncot, hogy az természetes mozdulatokból fakadjon, ne azt érezze az ember, hogy így kevés hozzá, hanem a színész lényéből fakadó mozdulatokat próbálják koreográfikusan összekötni. Úgyhogy én mindig nagyon szeretek velük dolgozni. Amikor felkértek erre a szerepre, akkor mi volt az első gondolatod? Mikor lesz, és jó rendben csináljuk. ez volt. Hadd anyag a gyerekbe, és kezdődjék a római lokáció. Édes élet, mozgás, fények, tempó. Milyen lesz a figura, az a bulvár újságíró, amit maga játszik? Hát nagyon nehéz nekem magamról beszélni, egyrészt azért is, mert még nem nagyon tudom, tehát vannak, még bár holnap van a bemutató, de
késznek korán sem nevezném az alakításom, vagy legalábbis nincs rálátásom ebben a percben, még kell a közönség, kell sok minden, hogy igazán tudjam, hogy amit én csinálok. Hogy milyen lesz? Hát szerintem szeretnivaló figura, akinek vannak elég csúnya tulajdonságai is. Szeretted a filmet? Hát hogyne szerettem volna, imádtam, ez az egyik kedvenc filmem volt, hát hogyne. Mikor láttad először? Hát én erre nem emlékszem, fogalmam sincs. Szerintem nem moziba láttam, hanem televízióban. Szerintem televízióban láttam. Mikor meghallottad, hogy ennek lesz egy színpadi adaptációja. Igen. És abban szerepet kapsz, na akkor aztán gondoltam, hogy én leszek a motor, mert nagyon nem emlékeztem egy olyan szerepre, amit én játszhatnék. Gondoltam, hogy én vagyok benne a Vespa, ami mennek Rómába. Ezen én is gondolkodtam, igen, mert én sem emlékszem erre a szerepre. Nagyon. Persze, nem is nagyon van, ez az elején létezik, és a legvégén, ugye, amikor ez egy grófnő, de valószínűleg így lehet mondani, hogy a Dada, aki ugye fölnevelt ezt a lányt, vagy aki úgy pátyolgatja ezt a lányt ott a királyi udvarban, vagy az udvarban. De aztán most nagyobb lett a szerepel. Igen, mert beleírtak mindenfélét, azt hiszem az eredeti darabban ez nincs is benne így, mert ugye létezik egy ilyen színdarab, amit játszanak Rómában, azt hiszem Párizsban is játszanak, vagy legalábbis Franciaországban, néhány színházban, de itt beleírt a Zöldi Gergő nekem mindenféléket. De ráadásul a próbák alatt így egy kis alakult egy ilyen hátsó történet, tehát egész más dolgok is játszódnak itt a színpadon, mint ami a valós történet csak. Megörültél ennek a nyári munkának? Én ezt szeretem, én örültem. Egyáltalán annak is örültem, hogy olyan emberekkel dolgozhatok, akivel eddig még soha büdös életben nem dolgoztam. Mondjuk én ezt rendszeresen csinálom, tehát én sokszor kerülök olyan helyzetbe, hogy olyanokkal találkozom, akivel eddig még nem, mert hogy nem vagyok társulati tag általában sehol. De azért ezekben mindig van valami érdekes, meg most aztán azt hiszem, hogy szinte senkit nem. Lányok, mindenki szana szét. Közben. Mit gondolsz, a közönség hogy fogadja majd? Ez egy nagyon hülye kérdés, de azért talán mégis. Én azt gondolom, hogy nagyon fogja szeretni. Azt hiszem, egy nagyszerűen eltalált szerepposztás van, most nem ma magam részéről gondoltam ezt, hanem szerintem remekül van eltalálva a két főszereplő, és a többiek is szerintem, azt gondolom. És ez borzasztóan szerethető. Ami eddig volt, az feljogosít arra, hogy azt gondoljam, hogy, és azt reméljem, hogy ez jó lesz, és hogy ezt nagyon fogják szeretni. Ha mégsem így történik, akkor nincs igazság. A kultúrmorzsákkal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Viszontlátásra! Hevesi már kezet is adott rá! A Kultúrmozsák című produkciónk a Médiatanács támogatásával készült.